Ebben a mostani videóban a pajzsmirigy alulműködésről lesz szó, olyan ételekről és természetes megoldásokról, amelyek segíthetnek a probléma tüneteinek csökkentésében. Üdvözöllek itt, Ujjai Szabolcs Zoárt! Nagyon sok embernek alulműködik a pajzsmirigye, kisebb vagy nagyobb mértékben. Ha már nagyobb mértékben jelentkezik a probléma, melynek sok mellékhatása van, általában már csak akkor fordulunk orvoshoz. A pajzsmirigy az anyagcsere folyamatainak a fő irányítója, így ha alulműködik, nem tudnak a fehérjék megfelelően lebomlani a szervezetünkben, amiből számos probléma jelentkezik, így például az állandó fáradtságérzet, a hidegláb, a hajhullás, mert a rossz anyagcsere miatt a haj ugye nem kapja meg a megfelelő tápanyagokat, emésztési gondok, székrekedés vagy csökkent libidó. A pajzsmirigy alulműködése mögött általában meghúzódik egy vagy több másik probléma a szervezetünkben, tehát nem önmagában jelentkezik a betegség, hanem előidézi valami vagy több minden. Így a megoldáshoz vezető út is inkább az, hogy ezeket a problémákat kezdjük el megszüntetni, és nem a pajzsmirigyre koncentrálunk elsősorban a terápia során. Először is, ami fontos tisztán látni, hogy a megfelelő pajzsmirigy működéséhez szükség van egy jól működő májra is, mivel a máj gyakorlatilag a pajzsmirigy funkcióinak a 80%-ában részt vesz. A májban lévő enzimek alakítják át a T4 pajzsmirigy hormont T3-má, a T4 egy inaktív hormon a pajzsmirigy szempontjából, míg a T3 ugye az aktív. Egyébként ennek a két hormonnak a nevében a 3 és a 4 a bennük lévő jód molekulákat jelöli. Tehát a T4 pajzsmirigy hormont a máj aktiválja, azaz a máj csinál belőle T3-at, más szóval a máj elengedhetetlen ahhoz, hogy a pajzsmirigyünk is képes legyen egészségesen működni. Ha például károsodott a májad az éveken át tartó finomított szénhidrát bevitelettől, a túl sok alkoholfogyasztásától, a túl sok gyógyszertől, vagy bármi mástól, nagy az esély arra, hogy ez állhat a pajzsmirigy alulműködésed hátterében. Itt tehát az a feladat, hogy elkezdjük rendbe tenni a májunkat. A máj rendbetételéről készítettem korábban videókat, keres rá a keresőben. A második probléma, ami a pajzsmirigy alulműködés mögött áll, szorosan összefügg az előzővel, a kevés epesav is okozhatja a problémát, mivel ugye a máj állítja elő az epesavat, amely a zsírok lebontását hajtja végre az emésztőrendszerben. Ha nincs elég epesavad, ugyancsak zavarálhat be a T4 hormon T3-má való átalakításában. Ebben az esetben segítséget jelenthetnek az epesav termelését serkentő ételek és mikrotápanyagok, de vannak epesav tartalmú étrendkiegészítők is, amelyeket ugyancsak a terápiád részévé tehetsz. A harmadik okozója az alulműködő pajzsmirigynek a magas ösztrogén szint. Az ösztrogén hormon blokkolja a pajzsmirigy hormonok receptorait, azaz nem fognak tudni beépülni. Tehát a hosszú éveken át tartó magas ösztrogén szint is vezethet pajzsmirigy alulműködéshez. A túl sok ösztrogén egyébként a májat is károsítja, tehát kapcsolódik az első problémához is, azaz a máj károsításán keresztül is fokozhatja a problémát. Az ösztrogén dominanciát a szervezetünkben számos dolog okozhatja, de a leggyakoribbak a gabona ételek, a túl sok szójatartalmú étel és ital bevitele, a szója rengeteg feldolgozott ételben jelen van, például a hús készítményekben is. A modern ételekben lévő számos atalékanyag, a tömegtermelésből jövő húsokban lévő hormonok, a túl sok alkohol és a fogamzásgátlók több éven át való szedése, de sok minden más is hozzájárulhat. Itt a megoldás tehát visszaszorítani az ösztrogén szintet növelő tényezőket, miközben ajánlott többet bevinni a következőkből. Kókuszolaj naponta egy-egy kanállal, sok halétel, omega-3 bevitel, étrendkiegészítőkkel, a zsírok a legfontosabbak a hormonok számára, az asvaganda és a túlsíny növényeknek a kivonata is segíthet az ösztrogén csökkentésében, illetve a rendszeres testmozgás.
A negyedik probléma, ami a pajzsmirigy alulműködést okozhatja, az az alacsony jódbevitel. Hazánkban sajnos nagyon kevés magas jódtartalmú ételt eszünk, és ez a probléma is sokaknál állhat a háttérben. Ebben az esetben fontos lépés, hogy megemeld a jódbevitelt a táplálkozásodban. Nagyon jó jódforrások a tengeri algák és moszatok, például a kelp, a tengeri moszat az egyik legjobb jódforrás, melyet tabletta vagy kapszula formában tudsz bevinni rendszeresen. A mikroalgák, mint a spirulina, illetve a barna alga is, de segíthetnek a jódtartalmú étrend kiegészítők is. Az előbb felsorolt problémák sokszor egymással összefüggnek, egymásra hatással vannak, és ezek ismeretében következtethetünk azokra az ételekre, étrendkiegészítő superfoodokra, amelyek segíthetnek abban, hogy a tüneteket csökkentsük. Most nézzük meg a hét legfontosabbat. Az első talán a legjobb superfood, ami segíthet, az a friss, tiszta méhpempő. A méhpempő egyfelől jó hatással van a máj funkciókra, serkenti a máj tisztulását, energetizálja a májat, másfelől tele van előhormonokkal, így a pajzsmirigy hormonok építéséhez szükséges előhormonokat is tartalmazza, amelyből a testünk könnyen épít új hormonokat. A második, amit bevethetsz, az a máriatövis magörlevény, vagy máriatövis kivonat, azaz a szilimari, mivel a máriatövis az egyik legjobb máj regeneráló gyógynövényünk. A máriatövis hatóanyaga erősítik a máj funkciókat, javítják a májsejtek védelmét, segítik a máj megtisztulását, és fokozzák a glutatión nevű antioxidán termelődését a testünkben. Ahogy említettem az elején, a máj kulcsfontosságú a pajzsmirigy működése szempontjából, ebből fakadóan a májat tisztító, a májat erősítő és regeneráló ételek nagy eséllyel segíthetnek a pajzsmirigy alulműködésedben. A harmadik egy ugyancsak a máj támogató étel, a keresztes virágú zöldségek vagy zöldszínű zöldségek a máj számára a legjobb ételek, mint a brokkoli, a leveleskel, a káposztafélék, a kelbimbó és társaik. A máj rendbetétele kulcsfontosságú ahhoz, hogy a pajzsmirigy működése helyre jöjjön, és a májat ezek a zöldségek tudják a lehető legjobban regenerálni. Itt fontos azt is megjegyeznem, hogy súlyosan károsodott májnak a regenerálása legalább 2,5-3 évre van szükség, tehát ez a táplálkozásod végleges és megváltoztatásával kell, hogy járjon. A negyedik az omega-3 zsírsavak, melyek főként a halételekben vannak ugye benne, illetve pótolni tudod őket krillolajjal, csukamájolaj szedésével is. Az omega-3 zsírsavak nagyon fontosak a hormonok termelődéséhez, tehát az egyik legfontosabb zsírféle, másfelől segítik a testünket a gyulladások csökkentésében, például amelyek a májnál jelentkeznek. Az ötödik a B-vitaminok, melyek hasonlóan az omega-3-hoz kulcsfontosságúak a hormonok előállításához. A legjobb B-vitamin forrásokról készítettem korábban egy videót, keres rá a keresőben. A hatodik a hidegen sajtolt kókuszolaj, mely elsősorban az energiaszint növelésében tud segíteni, mivel ugye alulműködő pajzsmirigy esetén gyakori ugye a fáradékonyság és a gyengeség. A hidegen sajtolt kókuszolajat naponta lehet többször is akár fogyasztani, egy-egy evőkanállal vegyél be belőle. Finom kókuszos az íze és az illata, általában mindenki szereti. A hetedik és egyben utolsó a szelén és a cink, melynek bevitelőre célszerű ugyancsak gondoskodni. Mindkét mikrotápanyag kulcsfontosságú a pajzsmirigy hormonok előállításához, illetve a szelén csökkenti a pajzsmirigy peroxidáz elleni antitestek szintjét, azaz hatására kevesebb erőfeszítéssel tudja a testünk a pajzsmirigy hormonokat termelni. A szelén meggazdag étel például a paradió, illetve érdemes szelén tartalmú étrend kiegészítőt szedni, melyből pajzsmirigy alulműködés esetén nyugodtan bevethetsz dupla adagot, mint ami ugye termékre rá van írva. Az egyik legjobban felszívódó szelén az L-szelenometionin, tehát érdemes inkább olyan étrendkiegészítőt választani, amelyben a szelén ilyen kötésben van. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha van tapasztalatod, véleményed a pajzsmirigy alulműködéssel kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, személyes kérdésedet pedig küld el nekem e-mailben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, kattints a piros feliratkozás gombra, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!